Újabb támogatásokra lehet pályázni, most nyílt forrást igényelni ahhoz, hogy a szőlőültetvényeket átalakítsák annak érdekében, hogy születelni lehessen rajta akár gépekkel is. Most került kiírásra egyrészt a szőlőtermesztők részére a szőlőültetvények szerkezet átalakítási támogatása. Ez, ez egy annyiban különbözik a az új ültetvények, tehát a vidékfejlesztési programban már beszéltünk róla, hogy, hogy ott is lehet új szőlőültetvény telepítésre pályázni. Itt nem az újra, hanem a már meglévő ültetvények felújítására kell gondolni. A szerkezet átalakítás az egy viszonylag egyszerű pályázati rendszerben megy, egyszerű pályáztatásban. Itt egyrészt pályázhat arra valaki, hogy a meglévő ültetvényét kivágja, és teljesen új ültetvényt telepít helyette. Tehát itt akkor a, a új, új szőlőtőkéket tesz, tehát új oltványokat vesz, és, és, természetesen támrendszert is, is kicseréli. Pályázhat arra is valaki, hogyha nem jó a fekvése a területének, akkor egyik helyen kivágja, és egy másik területen ugyanannyit helyette újra telepít, és pályázhat arra is valaki, hogyha ő csak a támrendszert akarja kicserélni, mert elavult, el korszerűtlen, esetlegesen nem alkalmas gépű betakarításra, akkor ő nyugodtan csak a támrendszert kicserélheti, és a szőlőtőkék maradnak a, a helyükön. A pályázatot két lépcsőben lehet beadni, először január 15-e és 28-a között a Magyar Államkinstál elektronikus felületén lehet benyújtani egy egyéni tervet, amihez a hegykőségtől beszerzett igazolásokat kell csatolni. Egyéni tervet benyújtotta, majd utána, ha megvalósította a beruházást, akkor kell egy, egy kifizetési kérelmet benyújtani, ha nyert a, a pályázata, természetesen nyert az egyéni terve. A támogatás mértéke az ennél a pályázatnál úgy néz ki, hogy, hogy minden egyes munkafolyamatra van egy, van egy meghatározott összeg, hogy, hogy mennyit, mennyit lehet erre elszámolni, és annak térségenként változó 40 és 75 százalék közötti százalékára kapja a támogatást. A támogatások zöme az átalakítás költségeinek 40-60 át szokták kitenni, de maximum 5 millió 400 ezer forint lehet. Más határidő is közeleg, a gazdáknak a gazdálkodási napot is le kell adniuk január 31-éig. Kötelezettségek tekintetében egy fontos határidő, gondolom akit, akit érint a határidő, tudja is, hogy január végéig kell a gazdálkodási naplókat beküldeni. Ezt nem kell minden mezőgazdasági termelőnek beküldeni, vezetni érdemes, mert ellenőrzésnél kérhetik. Az elektronikus beküldésre ö, több lett támogatások igénylése esetén van kötelezettsége tehát legfőképpen az agrárkörnyezet gazdálkodási tá pályázatban támogat támogatásban érintettek, az ökológiai gazdálkodásra támogatást kapók. Ezen kívül a természetvédelmi területek Natura 2000-es területen gazdálkodókat érinti ez a kötelezettség. Ezt elektronikusan lehet benyújtani az ügyfélkapunk keresztül.